Mi a lélek a metafizika szerint? A lélek. A lelket a metafizika nem írja le egyértelműen, azt nem lehet egyértelműen leírni. A vallás sem írja le egyértelműen a lelket, csak úgy homályosan beszél róla. A metafizika valami olyasmit mond a lélekről, hogy minden, ami fény, a lélekhez képest halvány. Mindaz, ami finom, a lélekhez képest durva. Mindaz, ami könnyű, a lélekhez képest nehéz. Mindaz, ami van, a lélekhez képest nincs. A lélek tehát fényes, örök életű, halhatatlan. Ezt mondja róla a metafizika. Nem csak a lélekben, de egyéb kérdésekben is az ezotéria más véleménye van, mint a vallás. A vallás és az ezotéria több dologban ellentétesek egymással. Az ezotériát direkt hozták divatba, kb. 40 évvel ezelőtt, addig csak kis réteg művelte, betették a nép körébe is, úgymond, hiszen mi vagyunk a nép. Ez aztán már sokan művelik, és miért jó ez a vezetőköröknek? Hát azért, mert elpártolnak a vallástól. A vallás kifejezetten tiltja az ezotériát, ami érthető is. Nagyon sok szempontból, de erre most nem térek ki, nem akarok senkinek a vallási érzelmeit megsérteni, tisztelem a vallásokat, a vallási érzelmeket, mindegyik nagyon jó. Csak ne sátánista legyen, a többi mind nagyon jó. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, kérem lájkoljanak és iratkozzanak fel a csatornámra, viszontlátásra.